A Marosvásárhelyen működő a levegő minőségét és összetételét mérő műszerek semmiféle változást nem észleltek a levegő minőségében azóta, hogy ideiglenesen leállt a vegyipari kombinát működése. A város levegője továbbra is egészségtelen, és ennek a szállópor a fő oka. Amint arról korábban már beszámoltunk, december közepén az energiaárak túlzott növekedésére hivatkozva ideiglenesen beszüntették a termelést a Marosvásárhelyi vegyipari kombinátban, amely várhatóan február végéig, március elejéig nem is fog újraindulni. Azóta több mint egy hónap telt el, és sokan azt gondolnánk, hogy tisztább lett a levegő a városban, mivel az ipari létesítmény kéményei már nem füstölnek. A műszerek azonban a leállást követően semmilyen változást, tehát javulást sem észleltek. A Maros megyei környezetvédelmi ügynökség több helyszínen méri folyamatosan a levegő minőségét Marosvásárhelyen, és naponta közlik a friss adatokat. Ezekből egyértelműen látszik, hogy novemberhez, de decemberhez képest sem változott a levegőben mért ammónia értéke az elmúlt időszakban. Ez azt jelenti, hogy a vegyipari kombinát működésétől függetlenül alacsony az ammónia koncentráció, a levegő pedig az azomúrés leállása ellenére is szennyezett. Amikor működött a kombinát, volt rá példa, hogy erősebb ammóniaszagot lehetett érezni, de akkor is a megengedett határ alatt volt a mennyisége a levegőben, és csupán egyszer fordult elő, hogy az ammónia esetében határérték túllépést jegyeztek, mondta el érdeklődésünkre a megyei környezetvédelmi ügynökség munkatársa. Ennél nagyobb aggodalomra adhat okot azonban a levegőben szálló por, az úgynevezett PM10 értéke, amely nagyobb mértékben veszélyezteti a lakosságot. După data de 17 decembrie, când Azomureș a oprit producția și până în prezent, au fost înregistrate un număr de 3 depășiri la stația MS1 și 11 depășiri la stația MS2 pentru indicatorul particule în suspensie PM10. La ceilalți indicatori, amoniac, monoxid de carbon, oxid de azot, ozon, dioxid de sulf, nu au fost înregistrate depășiri. A napi adatok alapján a szállóporban található korom, a személygépkocsi kipufogógázából származó anyagok és az egyéni hőközpontok működése nyomán keletkező szennyeződés rontja a levegő minőségét, ezek koncentrációja pedig a kombinát működésétől függetlenül is magas, hangsúlyozta.